Az idei vajdasági kupát a Metalmania nyerte, mivel a Magyar Kanizsán lejátszott döntőben 1-0-ra legyőzte a Pancsovai Zseleznicsárt. Minden már a harmadik percben eldőlt, amikor a Metalmániának a nyári időszakban átigazolt egyetlen újonc játékosa, Barta Diana egyéni akcióból vezetéshez juttatta a hazaiakat. Mint később kiderült, ez is lett a végeredmény, habár a meccs során több gólhelyzetük is akadt a magyar kanizsai lányoknak. A hatodik percben Kis Bianca a szemöldökfát találta el. A folytatásban Barta több ízben is veszélyeztette még a pancsovaiak kapuját, Balázs Bettina is, de a labda nem akarta hálóban kikötni. A Metalmania zsinórban negyedszer játszott a vajdasági kupa döntőjében, és először sikerült elhódítania a serleget. Már számomra nagyon nehéz volt, igazából a csapat fele hiányzott, és az első felállításból a 3-4 játékos nem tudott állni sajnos a mérkőzésre, és hát a lányok úgy álltunk ki a pályára, hogy megpróbáljuk, és megteszünk mindent tőlünk telhetőt. Nagyon nehéz mérkőzés volt, az ellenfél se engedett nekünk, küzdöttek, mi is küzdöttünk, és most hál' Istennek jobban jöttünk ki. Egyébként milyen a hangulat a csapatban az új idény előtt, egy héttel? Hangulat nagyon jó a csapatban, a nyáron hetente 5-6 alkalommal voltak edzéseink, és így még jobban összerázottunk. Azt mondom, szerintem ennél jobb nem is lehetne. A Metalmania a bajnokság első fordulójában a hétvégén a Leskovaci Lemi Glavice csapatát fogadja.